ask yourself. Egy nagyon különleges tánc részletet láthattunk az előbb, megmondom őszintén, hogy nosztalgikus érzések keverednek bennem, mint valaha volt szinkronúszó. Vendégem itt a stúdióban Maurer Mirán táncművész Szilá. Szia! Szervusz, szép jó estét! Mert már egyből azt akartam mondani, hogy gratulálok az elismeréshez, hiszen nemrég egy nagyon szép kitüntetésben részesültél. Hogy fogadtad? Hát ez a Magyar Bronz Érdemkereszt, amit Novák Katalin köztársasági elnök adományozott. Hát nagyon meglepődtem, amikor megtudtam, hogy engem jelöltek, és meg is kapom ráadásul. Szerintem ez egy hatalmas nagy elismerés, úgyhogy még igazából fiatal is vagyok, és még elég sok van az utamból vissza. Tehát ez most csak egy jó kezdő mérföldkő. Igen, és ez egy nagyon jó elismerés, mert hogy ez most úgy érzem, hogy engem arra biztosít, hogy tovább maradjak a szakmámba, és hogy ezzel kell foglalkoznom a jövőben is. Hogy emlékszel vissza arra a pillanatra, amikor megtudtad, hogy megkapod a kitüntetést? Hát az egy viccesebb történet volt, éppen a kádban ültem, és jött a kitüntetési osztálytól az e-mail, én pedig így fölordítottam, hogy anya! Igen, szóval így zajlott, és így nagyon jó élmény volt egyébként. Mesélj egy kicsit az ünnepségről, a díjátadóról. Az ünnepség a Vigadóban volt 19-én, augusztus 19-én. Elég szép ünnepség volt, nagyon gyönyörűen meg volt szervezve, ülésrendekkel, műsorszámokkal, föllépett a Magyar Állami Népi Együttes is, és különböző klasszikus zenei csemegéket is hallgattunk közben. Általában a táncművészek már nagyon korán elkezdik a tánctanulását, te viszonylag későn kezdtél bele. Ez szerinted nehezítette a pályádat? Vagy mit adott hozzá? Szerintem abszolút nem nehezítette meg, sőt, mivel hogy sokkal később kezdtem, egy 5 évvel később, mint a normális életkor, ahogy elkezdik a balettintézetben. Mi a normális életkor? 10, te pedig 15. Ötödikes kor környékén. Én pedig ugye gimnázium elsőben kezdtem,
és szerintem megtanított arra, hogy ilyen későn kezdtem, hogy sokkal nagyobb kitartással és sokkal nagyobb energiát kell abba belefektetni, amit tényleg csinálunk, és azt 100%-osan kell minden egyes alkalommal. És a műfajok között is kicsit kalandoztál. Hát igen, klasszikus balett, modern, és akkor most eljutottunk a kortárs táncig, ami most a szerelmem még mindig. Igen, és kikkel dolgozol együtt? Hol láthatunk? Bozsi Kivett társulat, Frenák Pál társulat, most így jelenleg velük, és Góbi Ritával dolgozom még. És mi az az előadás, amit most kiemelnél a saját repertoárodból, ami kedvenc? Hát szerintem ez a gyönyörű kékruhás szóló, ami Frenák Pálnak volt a koreográfiája, és ezt én megörököltem tőle. És hát nekem ez a legcsodálatosabb, és ez a kedvencem igazából. De még ott van egy csomó másik előadás is, mindegyiknek megvan a szépsége, talán még a Fájtot tudnám kiemelni, ahol 10 méter magasan fejjel lefelé lógom, és közben 3 kollégám lögdös egymásnak, én meg utána bepörgetnek, és utána egy alpinist engem föl meg lefelé rángat, úgyhogy az egy csodálatos érzés, egy teljesen más, az már szinte a cirkuszi akrobatika. És hát beszéljünk arról is, hogy te még tanulsz méghozzá koreográfusnak. Igen, ez most már így a következő etap az életemben. És hogy jött ez az ötlet, hogy miért éreztél? Hát fel kell készülni arra, hogy a táncos lét nem tart olyan sokáig. Ezt nagyon csúnyán úgy mondják, hogy de javíts ki, hogy olyan 30 év körül eljön a nyugdíj. De 30 az még korai, de jó. Amúgy ilyen 40 körül azért már elég erős váltások. De nagyon durva az, hogy már ilyen fiatalon ezen kell gondolkodni, hogy hogyan hát, tovább. Igen, ez egy tiszavirág életű műfaj, de ennek is megvan a szépsége. Utána akkor... is nagyon sok opció van, elmehetsz balettmesternek, tánctanárnak, és ha leszek én is majd olyan szerencsés, akkor tényleg majd talán koreográfus is lehetek. Biztos vagyok benne, hogy ennek is eljön az ideje. Miben láthatunk legközelebb? Legközelebb a pécsi nemzetközi tánctalálkozó fogok fellépni a Twins című előadásunkkal, ez Frenák Pál társulat. Utána pedig a Varázs Cirkusz című Bozsi Kivett előadásban, ami a Varázs Fuvola alapján kifejezetten inkább gyerekeknek készült, és ez pedig a MÜPA színpadán lesz majd látható. Hát még egyszer nagyon gratulálok a kitüntetéshez, és köszönjük szépen, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm.